Sokak számára meglepő beszédet mondott Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke volt, MDFS politikus. Lényegében egy vádbeszéd volt a magyar kormány ellen. Én annyira nem voltam meglepve, mert évek, sőt, hát évtizedek óta figyelem Gémesi György karrierjét, és beleillik. Mégis, hogy mondjam, talán érzelmeket válthatott ki az az érzelem, az az indulat, amivel ön ezt a beszédet elmondta. Jó estét kívánok! Hát nem volt benne indulat, hanem realitások felsorolva, és azt gondolom, hogy azért volt ennyire kemény, mert a helyzet ma ennyire kemény. Tehát mennyire kemény a helyzet? Hát tragikus. Tragikus? Tragikus. Én azt gondolom, hogy morálisan egészen egyszerűen olyan mélységek vannak, amik nem is tudom, hogy mikor hidalhatók majd át, meg mikor lehet belőle kijönni. Én már 2006-ban beszéltem egyébként morális válságról, tehát nem új, amit én most mondtam, csak összefoglaltam azokat a tényeket, amelyekkel nagyon nehéz vitatkozni, és amiből még mindig nem kifele jövünk, hanem még mindig lefele megyünk. Mit tart tragikusnak? Ugye beszélt az oktatásról, beszélt az egészségügyről és egy csomó minden másról is. Például a korrupciót. Például azt, hogy szakembereket leváltottak pártkatonákra. Nincs. Egy országot nem lehet működtetni szakemberek nélkül. Egyre rosszabbak az eredmények a különféle szakmai területeken. Az önkormányzatok bannak a tanácsrendszer irányába. Én 1990 óta vagyok polgármester. Annak örültem, hogy szétvált, kétpólusúvá vált a demokratikus berendezkedés. Most megy szépen egypólusúvá. Végrehajtó hatalmakat akarnak az önkormányzatokból. Nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amit felsoroltam ebben a beszédben, pontosan azért, mert be kell mutatni a politikának, hogy ez van, ezzel kell szembenézni. Polgármester úr, bocsánat, lehet, hogy a kérdés rossz hiszemű. Ön tulajdonképpen valamire bejelentkezett ezzel a beszéddel? Nem. Egyelőre nem nagyon látom azt, hogy mire jelentkezzek be, hiszen az ellenzék sem készteti versenyre a kormánypártokat, és ez el is kényelmesíti őket. Tehát nincs ma olyan típusú politikai szerveződés, amikre azt tudnám mondani, hogy igen, ide most oda érdemes tenni magunkat, mert hogy ezzel lehet egy nagyon komoly eredményt elérni. Még egyszer mondom, a beszéd nem pártpolitikai indítatású, egy értékrend alapon született meg. Az én 25 éves eddigi tevékenységemből egyértelműen következik ez a típusú gondolkodás. Valójában akkor ez egy lelkiismereti kérdés volt? Azt gondolom, a hazámért iránti felelősség és aggodalom az mindenféleképpen szerepet játszott ezeknek a gondolatoknak az elmondásában. Lehet, hogy ez túl patetikusnak tűnik manapság, de itt az ország, a nép sorsáról van szó, és ahogy elmondtam az elején, tragikus a helyzet. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és mindent elmondta nekünk. Szépen.